Jó estét kívánok! Önök a Kiemelő című magazinunkat látják. Egyedülálló zenei élménnyel készül a Csík zenekar, hiszen a Kecskeméten alakult együttes az 50 éves LGT dalait feldolgozva és velük karöltve lép színpadra. Az országos turné kecskeméti állomása november 21-én a Messzi István sportcsarnokban lesz, a részletekről pedig Csík János mesél majd hamarosan itt a stúdióban. Ezt követően azt is megtudhatják, milyen az űrtechnológiához csatlakozó érdekességeket rejtegetnek a Neumann János Egyetem műhelyei. Tartsanak velünk! Különleges koncertre készül a Csík zenekar. Az 50 éves LGT dalait feldolgozva és velük karöltve lép színpadra a formáció hamarosan. Az országos turné kecskeméti állomása november 21-én a Messzi István sportcsarnokban lesz. A részletekről pedig Csík János, a zenekar alapítója mesél nekünk, aki elfogadta a meghívást ide a stúdióba. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok a kedves nézőknek is! Köszönjük szépen, hogy el tudott ide fáradni a stúdióba. Köszönöm. Gondolom ezzel a dolog ilyen koncert előtt azért rengeteget kell készülni. Fontos dolog ez, hogy egyáltalán nekem, a kecskemétinek, akinek szülőváros a Kecskemét, és az egyik alapító, zenekar alapító tagja, Kunos Tamásnak is fontos, hogy Kecskeméten van koncertünk, hiszen ez már, ez a turnésorozat, ez már korábban elindult, és már közel a felénél tartunk az idei koncertsorozatnak. Tény, hogy talán láthatták már sokan, hogy a Malom forgóajtajánál az év koncertjeként reklámozták a koncertet. Ez sok szempontból az év koncertje nekünk, azért, mert hogy Kecskeméten ritkán lehet látni a Csík zenekart. Másrészt maga ez a koprodukció, hogy úgy mondjam, ez egy nagyon sajátos és nagyon találó, és hiszem azt, hogy többféle generációnak is élményt tud adni, és nosztalgikus, kellemes perceket, vagy éppen újdonság erejével ható zenei élményt. Biztos, hogy akiket egyébként is szeretettel válunk, itt a közönség tagjára gondolok, nem fognak csalódni. Igen, azt gondolom, hogy az igazi rajongóknak már jó pár közös zene ismerős, ami az LGT és a Csík zenekar közös produkciója, hiszen tavaly megszülettek a felvételek. De most lapoznunk egy kicsit a történet elejére, hogy egyáltalán hogy talált egymásra ez a két zenekar? Hát ez a fajta egymásra találás, ez már több mint 10 éve zajlik, hiszen Presser Gábor Picibá már több mint 10 éve közreműködik a mi koncertjénken. Egy nagyon kedves barátság alakult az együttműködés, ami ilyen egészséges, kölcsönös tiszteleten alapul. Mi a népzenei produkciónkkal, a saját jó színvonalú koncertjénkkel biztosíthattuk ott arról, és örömmel fogadta, hogy itt őnek is megfelelő színvonalú helye lesz ebben a dologban. És nekünk meg az a megtiszteltetés, hogy ő, aki szinte a magyar könnyű zene sok-sok olyan jeles szereplőjének írta meg a dalait, amiből aztán slágerek lettek, és azok sikerei meghatározók voltak, hogy nekünk taníthat, vagy éppen tapasztalatokat szerezhetünk vele, és erre számos alkalommal sor került, és minden koncerten sor kerül. Igen, az LGT dalok úgy első látásra esetleg könnyűnek és egyszerű daloknak tűnhetnek, ugyanakkor zeneileg és énekhangban is nagyon egyediek, nagyon különlegesek. Hogyan lehetett ezt az egyediséget megőrizni, és azon túl ehhez hozzátenni, még valami pluszt hozzávarázsolni? Gondolom nem volt könnyű feladat. Ez nem egy egyszerű feladat azért, hogy egészséges, jó arányok legyenek a túlzásoktól mentes, de viszont nagyon találó összeállítások legyenek. Ez igazán jó ért az egyik kollégánk, a zenekar tagja Szabó Attila, aki hegedül gitározik, énekel is ebben a produkcióban. Ő maga kis mester ezeknek az átdolgozásoknak, és
Gyakorlatilag ő az, aki leginkább szorgalmazta, hogy ezeket a dalokat, amik a 10 év alatt már előkerültek, és újabbak szerepelnek, ő volt az, aki ezt átdolgozta, egyeztetett a Picibával, hogy legyenek, szépek legyenek. De olyan jól sikerültek ezek az együttműködések, hogy igencsak kedvére szolgált Presser Gábornak is, és olyan fajta szinte ők maguk se gondolták volna, olyan történetek voltak velük, hogy például, ami majd most vasárnap is fog történni, hogy Presser Gábor egy székelyföldi lassú csárdást fog énekelni. Amit lehet, hogy maga sem gondolt. Ő se gondolta volna, hogy így lesz. Ez egy nagyon szép, én vagyok az, aki nem jön egyébként, aki a Csíkzenekar repertoárját ismert, tudja, miről van szó. De ugyanígy lesz Karácsony János James is, aki épp úgy zeneszerzőként is az LGT produkcióban is dolgozott, és most is közreműködik velünk ezeken a koncerteken, hogy az általa írt Áld meg a dalt című számban én éneklem helyette az eredeti dalt, ő viszont egy kalotaszegi hajnalit fog énekelni, és azt hiszem, hogy aki nagyon szép hangja van a Karácsony Jánosnak, és aki még ezt nem hallhat, tehát igencsak jó örömmel fogja örömmel hallani, mert engem is meglepett, hogy milyen szinten tudja, és milyen pontosan, precízen énekelte el ezeket a dalokat. Tehát zeneileg azért volt nagyon nehéz, mert maga korában ez az LGT, most az egyik számukra hagyutaljak, az És jött a doktor, ez ebben a műsorban is szerepel ez a dal, és valamikor ez még 1975-ben jelent meg egy Minél magasabbra című albumokon ez a dal, és olyan sajátos abban a korszakban igen magas színvelő, szinte ilyen jazz-rock ízű történet volt, ami biztosította őket, hogy nem csak itthon Magyarországon, hanem akár amerikai zenei fesztiválokon is szerepeltek, és meghatározó zenei színvonalat hoztak az itteni és szinte a világ zenei életébe. Na, ezekhez a zenékhez hozzányúlni nem kis pályás történet, és hát van bátorság bennünk. Na, ezt is lehet érezni majd, és főleg akkor, amikor például ebben a dalban olyan pillanatokat élhet meg a közönség, amik egyszer és csak akkor és csak ott lesznek, hiszen ők maguk fognak egymással úgymond improvizálva zenélni, egymást inspirálva a légi emlékek és a bennük kialakult hosszú évek alatti rutin, tapasztalat, zenészi tudás egyszerűen utolérhetetlen zenei pillanatokat tud adni. Tehát ezek azok a zenei érdekesség és énekbeli érdekességek, amik lesznek. Amiket vasárnap föltétlenül kell oda akkor majd látogatni. És egyébként hogy fog felépülni a koncert maga? Hogy tervezik? Hát a zenekar első fele az elsősorban a Csíkzenekar összeállításaiból áll. Autentikus népzenétől kezdve a mi feldolgozott muzsikánk is. De az nagyon fontos, hogy csak a mi zenénk, tehát nem más zenekarok átdolgozása. És utána a java részében a koncertnek viszont a Dal a miénk című lemez egyfajta bemutatója lesz, és végig a zenészekkel muzsikálunk, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal. Igazából ugye mi majd a végterméket láthatjuk ott, de ezt egy óriási munka kellett, hogy megelőzze. Hogy kell ezt elképzelni? Mennyit kell, hogy együtt dolgozzanak ahhoz, hogy már kiállhassanak a nézők elé, hallgatók elé? Hát ez egy hosszú idő, hát egy hosszú folyamat, egyfajta eredménye, még nem a végeredménye, még remélem lesznek még ilyen dolgok, tehát egyfajta eredménye, hiszen tavaly a szomorú pandémiás időszak alatt éppen főleg az előadó művészek voltak úgymond háttérbe szorulva, és aki hasznosan akart eltölteni az időt, az például lemezt készített. Velünk is így volt, és így adódtak a próbák. Tavaly tavasz éveleje óta elindultak a próbák,
és folyamatosan egész az év végéig a stúdió felvételekig, és ezek általában Pesten zajlottak, és a legtöbb alkalom azért mi előkészítettük a zenéket, és akkor, amikor már olyan szintre kerültek, akkor jöttek a Pici Bá és a Karácsony János James, és összeraktuk, és a stúdió munka volt még egy olyan fontos és meghatározó rész, hiszen oda megfelelően ki kell dolgozni, de még ott is kellett, hogy igazítsunk, ott is volt, hogy változtatni kellett. És ilyenkor kapja meg az ember azt a sok-sok jó tapasztalatot, azt a tanulságot, amit csak ők tudnak, akár egy zenei pillanat kiemelése, lerövidítése, másféle megszólaltatásával kapcsolatban. Tehát mindig tanultunk. Tehát akkor itt lehetett tanulni is ebből a közös együttmunkálkodásból. Hát lehet, hogy lesz olyan kedves néző, aki nem tud most a koncertre elmenni, de nagyon szeretne, vagy lemarad. Akkor hol találkozhat önökkel legközelebb? Gyakorlatilag még van 11 néhány előadásunk Győr-Szent Iványtól egészen Békés Csabáig, Debrecen, tehát nagyon sok felé. Ezt a honlapokon, illetve a Facebook oldalakon lehet követheti. És nem fog lekésni semmiről. Az biztos, hogy maga a lemez, ami nem csak CD formátumban, hanem még vinil, tehát vagy bakelit lemezként is megjelent, meg lehet rendelni, tehát végképp lemaradni sem lehet róla. Az biztos, hogy rajtunk már nem múlik. Tehát van lehetőség, és jöhetnek még sok helyre. De most így hirtelen mind a tizen nem tovább. Gyógytáv követni lehet akkor a honlapon. Igen. Természetesen. Igen. És akkor, ha a helyszínre kilátogatnak a koncert előtt, akkor még jó esély van, hogy a helyszínen is reméljük, bízunk, nem tudjuk, akár hogy... Akár most vasárnap is, hogyha valaki félne, hogy jaj, nem fog meg rendezésre kerülni a koncert, az is úgy utána nézhet, és akár a helyszínen is eljöhet. És még gyorsan, hát hogyha sikerül. Igen, mert november 21-e, akkor még egyszer elismételjük, tehát a Kecskeméti állomás november 21-e, azaz most vasárnap a Messzi István sportcsarnokban lesz. És este hány órakor? Hát este 7 órakor. Este 7 órakor lesz majd. Igen. Úgy tudom, hogy azért ön ettől függetlenül, hogy ezt a közös koncertet is most előadják, rengeteget tevékenykedik, sok-sok mindent csinál. Egy kicsit esetleg mesél nekünk a hétvégéről? Nagyon kedves, és köszönöm a kérdését. Egy nekem, illetve sokaknak nagyon fontos dolgot a hétvégén, itt a Református Gimnáziumban tartottunk egy olyan népzenei találkozót, amely Kálmán Lajos tanár úr születésének 100. évfordulója kapcsán az ő nevét is kapta. És erre a találkozóra nem csak Kecskemét iskolákból, hanem szerte az országból, Váztól Pécsig, tehát nagyon sok felől, Nagykállótól, tehát Nyíregyháza mellől is jöttek, és még olyan sokan jöttek, hogy végig meg kellett állítani a jelentkező történet. A lényeg az, hogy nagyon jó szinten sikerült, és azok, akik eljöttek, énekesek, citera zenekarok, minősülhettek, és ez nagyon fontos volt sokaknak, azért is jöttek el nagyon messziről is, mert itt nem csak egy minősítést kaphattak, hanem a kóta egyfajta versenyén is részt vehettek, mert a kóta is minősítette őket, de szervez egy olyan a magyar nyelvterületre érvényes versenyt, aminek a döntője jövőre lesz majd Kolozsváron, és most itt ezen a versenyen is 2-3 énekest, zenészt már beválasztottak erre a versenyre. Tehát egy igen komoly színvonalú történet volt, és azt hiszem, hogy erre Kecskeméten büszkék lehetnek, akik erről tudnak, hogy komoly színvonalon zajlanak itt akár az ilyen népzenei. Igen. Tehát nem hiába híres város Kecskemét, és reméljük, hogy ebből hagyomány lesz, akkor jó eséllyel. Igen, mi dolgozunk ezen. Hát ehhez is szívből gratulálunk a hétvégi rendezvényhez, és sok sikert kívánunk a Kecskeméti LGT és Csík zenekar közös koncertjéhez. Köszönjük szépen. És jó egészséget, köszönöm szépen, viszont hogy itt volt kívánom. Velünk. A könnyűsúlyú szerkezeti anyagok alkalmazása egyre nagyobb teret nyer az űrtechnológiában. Repüléskor a kisebb súly kevesebb üzemanyagfogyasztást és kevesebb káros anyag kibocsátást jelent. A Neumann János Egyetem is régóta foglalkozik, főként az acél és az alumínium szerkezeti anyagok kutatásával.
A felsőoktatási intézmény ezen területen keresztül tud becsatlakozni az űrtechnológia fejlesztésébe. Ez az univerzális anyagvizsgáló berendezés húzó, nyomó, hajlító és csavaró erőt tud kifejteni a fémes anyagokra. Ez az egyik olyan gép, amely a könnyű súlyú szerkezeti anyagokat kezeli. Ezek az anyagok, mint például az acél és az alumínium, egyre nagyobb teret nyernek az űrkutatásban. A kisebb súly az értelemszerűen kevesebb üzemanyagfogyasztást jelent, kevesebb káros anyagkibocsátást jelent, és így a globális környezetvédelmi törekvések felé is jobban tudunk közösen haladni. Az egyetem régóta foglalkozik már főként acél, illetve alumínium szerkezeti anyagoknak a kutatásával, kiemeltképpen a növelt szilárdságú acélok és növelt szilárdságú alumíniumokra való tekintettel. Egy adott szerkezeti anyag minél nagyobb szilárdságú, úgy az adott szerkezeti elemnek a vastagsága, a keresztmetszete annál jobban csökkenthető. Ez a keresztmetszet csökkenés, ez ugye egy anyagfelhasználás csökkenés jelent, amely így értelemszerűen egy súlycsökkentést fog maga után vonni. Az űrtechnikában elsődlegesen használatos anyagok a szénszál erősítésű polimerek, a kevlár elnevezésre hallgató anyag, illetve a nagy szilárdságú alumínium anyagok is. Itt jön képbe talán a Neumann János Egyetem, tehát itt van az a pont, ahol mi be tudunk kapcsolódni ezekbe a kutatásokba. Az alumínium anyagok alkalmazhatóságát már egy ideje vizsgálják a Neumann János Egyetemen. Itt tud új eredményeket felmutatni a felsőoktatási intézmény. Egy növelt szilárdságú anyag tehát mindig nagyobb kihívás elé állítja az adott szerkezeti anyagból valamilyen gépelemet, valamilyen készterméket gyártó technológusokat. A szilárdság növekedésével az alakíthatóság rendszerint romlik, de egyéb más alakítás technológiai problémákat is felvet, jellemzően növekszik a visszarugózás, egyre nehezebb méretpontos terméket készíteni. Tehát a szilárdság növekedésnek az előállításáért maguk az alapanyaggyártók a felelősek, és vannak kiforrott technológiák, amelyekkel tudnak az alapanyaggyártók nagy szilárdságú szerkezeti anyagokat előállítani megfelelő hőkezelési eljárások alkalmazásával, megfelelő mértékű ötvöző tartalom beállításával és egyebekkel, viszont ezeknek a gépészeti technológiák során történő feldolgozhatósága az a gépészmérnökökre és a technikusokra vár, akiket ugye mi képzünk itt a GANF-on. A Neumann János Egyetemen cél, hogy a könnyű súlyú szerkezeti anyagokkal a jövőben is foglalkozzanak, és így vegyék ki részüket az űrtechnológia fejlesztéséből. Az, hogy autóipari központtá tudtunk legalább részben válni itt Kecskeméten, mindenképpen hozzájárult, és ez fogja tudni segíteni, tehát az itt eddig megszerzett tudás és tapasztalat fogja tudni segíteni az egyetemet arra az útra lépni, hogy esetleg a repülés technikában is valamilyen érdemeket ki tudjon vívni magának. Természetesen nem a repülők, vagy hát valószínűleg nem a repülők dinamikájának és működésének, meg egyebeknek kapcsán, hanem a szerkezeti anyagoknak a felhasználhatósága terén. A tervezések azok rendszerint különböző optimalizációs lépéseken keresztül valósulnak meg. Ez úgy értendő, hogy a tervező mérnök valamilyen program segítségével vagy tapasztalati úton korábbi eredményekre hivatkozóan elkészít egy prototípust. A korszerű szerkezeti anyagoknak a kutatása most is, és várhatóan a jövőben is sarkalatos pont lesz a technológiai fejlődésünkben. Ezért nagyon fontos az, hogy a GANF ezekbe a kutatásokba be tud kapcsolódni. Ezáltal az ideérkező hallgatók hasznos és egy hosszú távon kifizetődő tudást tudnak megszerezni. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Új több funkciós játszóteret és fitnessparkot kap Katonatelep, a komplexumot a sportpálya mellé helyezik el. A fejlesztésre azért van szükség, mert az új bölcsöde az óvoda játszóterének helyére épül. Idén először Kecskeméten is lila fénybe öltözött a város egyik legszebb épülete, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a koraszülöttek világnapja alkalmából. Idén is Bács-Kiskun megyéből jelentkeztek a legtöbben a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékosi szolgálatára. A hivatásos és szerződéses szolgálati forma mellett a tartalékos is népszerű a megyében.
feltehetően Siófokon akarta tömegbe hajtani a kecskeméti Véken, de a fővárosi nyomozó ügyészség a mai napon vádiratot nyújtott be a bíróságra a 22 éves férfival szemben, aki terrorcselekmény elkövetésére készült. Ahogyan emelkedik a betegek száma, egyre többen fordulnak segítségért a kecskeméti gondoskodó szolgálathoz is, sok karanténban lévő családnak segítenek. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, további szép napot kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!